Mivel ég a piros lámpa, én úgy gondolom, hogy akkor ez mehet. Kedves GameStar TV nézők, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a GameStar Televízió offline aréna felvételén itt Horányban. Kedves Ender, hello! Szia! Kedves Mateo, aki most Mazur magyar hangja leszel, lévén Mazur otthon dolgozik Budapesten, hello! Hello! És köszöntjük a táborozókat is, sziasztok! Hello! Na még egyszer! Hello! Na, az így már egyből jobban hangzik. Élőben vesszük fel itt, hát nem tudom, mindenki itt van-e, de a táborozók legalább kétharmada itt van, aki hátul ül, szaladjon el a maradék egyharmadért. Valaki? Valaki, aki így szeretne szólni a többieknek. Jó, akkor paca. Paca az örök rabszolga. Ma tehát nem a beérkezett e-mailes kérdéseket válaszoljuk meg, hanem itt a spontán nézőközönségből érkező kérdéseket, amiket megbeszéltünk ma reggel. Tudjátok, azokat kell föltenni. Első kérdés, ki lesz az a bátor, aki legelsőt megkérdezi? Ekkora csöndet is évek óta nem hallottam. Tehát ez nagyon profi. Ez nehéz kérdés volt. Egy kérdést kérnénk. Ott. Igen, igen! Lebuktál. Kérsz műglevest? Urak, ez a történet arról szól, hogy ti kérdeztek, mi válaszolunk. Garfield, kérdezz. Hogy ízlett a leves, ami paradicsomszósznak sem mondható? Paradicsomszósz. Melyikőtök illetékes paradicsomszósz kérdésben? Mateo evett belőle. Ja, te nem ettél? Igen, mert én ingyenc vagyok, én szeretem az ilyen extra kajákat. Mondjuk lehet, hogy jobban jártunk volna sima paradicsomlevessel, nem? Olyan jó kis betűtésztás cuccal. Nem volt rossz, ott a kolléga, hopp, már ficcen a következő. Szép lassan kinyalja konkrétan azt a tálat. Úgyhogy egy valakinek biztos íz lehet, illetve ízlik, még mindig. De figyelj, ne szórakozzá, vedd magad elé a tálat, az a tányér már tök felesleges, nem? Csak nyugodtan. Szóval egyébként egész jó volt. Nem volt rossz. Mindegy, jó volt. Horány egy kimondottan tradicionális gazpacho lelőhely, tehát ehhez képest... Olyan mediterrán a hangulat most. Rögtön ránk szakad az ég körülbelül, ez a mediterrán hangulat. Következő kérdés. Hogy ízlik a gyros? Na most komolyan, srácok. Köszi! Ha nem kérdeztek, akkor bezárjuk a boltot, aztán megyünk aludni. Bakker, mi az hamburger külön kommandót? Vagy az hotdog? Nem, az hamburger, de hotdog, mert ilyen virsli formája van. Na, egy kérdést tegye már fel valaki. Mielőtt felállok és oda megyek. Ott! Hoppá! A kérdés az volt, hogy mi a véleményünk az illegális letöltésről? Hát, hogyha januártól, 2007. januártól megnézed a GSTV arénákat, akkor mindegyikben elmondjuk, mert mindegyikben megkérdezték. Én most nem mondom el akkor megint. Jó. De te mondd el nyugodtan, Gyu. Oké. Az a véleményünk, hogy elnye-belnye, meg egyébként is, meg jaj, de csúnya dolog, meg fúj. Összefoglaltam körülbelül. Igen, mi is Linux izókat szoktunk így áttolni a hálózaton bent. Igen, hát nálunk a torrentben az Ubuntu 6.4, 6.10, 7.4, 7.10 és hasonló változatok. A legnépszerűbb fájlcserélő alkalmazás. Hát ott is. És a kedvenc weboldalunk a legalizos.com. Mindenkinek ajánlom, sok figyelem. Pontorg. Mindenkinek ajánlom. Ugyanígy ezzel remélem válaszoltunk arra a kérdésedre is, hogy a fájl megosztásról mi a véleményünk. Egy nagyon jó dolog, mert egyébként nem tudnánk ubuntuzni, hogyha nem lenne fájl megosztás. Sőt, a Warcraftnak a patch-eit, a World of Warcraft patch-eit sem tudnánk letölteni, ha nem lenne fájl megosztás, mert ugye mi csak legális célra használjuk itt most mindenki előtt, ezt bátran elmondhatjuk. Egyébként a fájl megosztásról az a véleményem, ha már megkérdezted, hogy én már úgy fizetnék érte, de komolyan. Tehát ez a töketlenkedés, ami itt folyik 8 éve, vagy nem is tudom mióta, hogy szeretnék mondjuk vásárolni egy úgynevezett zeneszámot, vagy esetleg egy CD-t, egy zenei albumot, de nem tudok, hanem el kell mennem a
Izabella utca izébe, 12-be, ott meg kell vennem egy CD-t, ami rohadtul nem kell nekem, mert úgyis azonnal leszedném MP3-ba, mert nincsen hordozható CD-lejátszóm, ez fölháborító. Köszönjük szépen a választ. Következő kérdés. Igen, Baki? A kérdés az volt, hogy szabad időnkben mennyit szoktunk LAN partikat csinálni. Én nagyon nagy LAN partizó vagyok, például a kialvat LAN partit, én abban nagyon nagy mester vagyok, már évek óta ezt így nyomom, de a kollégák lapleadáskor szintén kialvat LAN-ban azért otthon vannak egyen-ketten, így matörre szoktam emlékezni este 9 tájban, amikor ott ül, és hogy nincs kész a hardware volt, nincs kész a hardware volt. És olyankor egy másik LAN partit is tartunk, a megvigasztalhatatlan partit is. Igen, vagy a hálátlannok. De nem, én úgy nullát. Nem is tudom, hány éve voltam utoljára a LAN partin. Szóval ez nekem most ilyen... Mennyi? Mi fél év? Együtt szóval te flatline-nal voltál LAN partin, te! Meg Charles, te! Ezt most nem tudom, na, tényleg nem emlékszem. Nem voltunk LAN partin, ez bolond. Max bent a szerkesztőségben. Ja, mert volt egy kis Left 4 Dead fél órán keresztül is. Nem, akkor... nekem ez most új, én most játszok vele először. De Flatline szerint... Mi van? De ma már másodszorra fogok vele játszani. És te, Viktor? LAN party? Nem emlékszem. Lehet, hogy múlt héten volt, de nem emlékszem. Valahol nagy lampartisok voltunk, de ez olyan régen volt már, hogy... Meg hát van ez a izé, ez a internet, és akkor ott is lehet játszani, én azt hallottam. Következő kérdés? Mondjuk olyan versenyeket, hogy ki szedi le gyorsabban az Ubuntu izót. Igen, ezt mi szoktuk, és akkor a kollégák, akik dolgoznának az interneten, mindig nagyon káromkodnak, pedig ők csak meccset akarnának nézni. De hogy VB alatt, hát de hogy nem volt. Na mindegy. Következő kérdés? Kedves Mateo, te csak FPS-es játékokkal szoktál játszani? Nem. Micsoda? Ja, igen, igen, a Flatline Uni bedobja ezt a poént, hogy a 3D márkot szoktam játszani. Hehehe. Nyilván nem. Hát ez nagyon vicces. Jó, mondjuk, igen, az mindig így néha így bejött, amikor a Resident Evil 5-nek ugye van egy benchmark programja, és ugye az azért úgy 10 percig fut körülbelül, és volt egy olyan hét, amikor háromszor jött be a Tesla, és mindig ugyanazt a részt látta, és akkor így nézte, hogy nem unod még, mondom, nyugi flat, ezt én így nem szoktam végignézni így a monitor előtt. Aztán mindig így furcsája, hogy így ugyanazok futnak le a Tesla borban. Amúgy nem. Hát azért láthatjátok, hogy az iFinity-n ugye ott van a grid, amit én azért azt végigvittem, akkor a Dirt 2 is. Most nem fagynak ki ezen a gépen, akkor egyébként az lett volna a grid helyett. Csak hát ugye Ati is kifagyott. De például MMO az nem, meg RPG, ilyeneket nem kedvelek annyira. Tehát ha már mondtad az FPS-t, akkor javarészt az igen, mert az olyan, hogy így fél órára leülök, és akkor úgy kitombolom magam, aztán utána megyek, mit tudom én, romantikus regényt olvasni. Ennyi. Román előfizető, tanúsítom. Ja, Júlia. Meg ilyesmi. Flat kérdés? Nem. Barátnőddel szoktál együtt játszani? Nem. Nem a gép előtt szoktunk játszani. Úgyhogy nem, ja. Ja, oké. Okay. Következő kérdés? Bátrabban. Megetted a levest? Király. Urak? Ott! Ha néztük a VB-t, kinek szurkoltunk? Én Vityát kérdezem, akiről tudom, hogy nagy futball specialista, és alapvetően éjjel-nappal a VB-t nézte. Igen. Ez volt a szarkasztikus megjegyzés. Én alapvetően számomra a VB az azt jelenti, hogy egy hónapig nem nézek tévét, bár egyébként sem nézek tévét, de akkor tuti. Illetve azt is jelenti, hogy nem lehet elmenni egy étterembe, vagy egy egyéb vendéglátóipari egységbe, mert hogy ott ordítoznak barmok.
Leginkább a kommentátorokra gondolok, de néha a közönség soraiban is. És ez nagyon zavaró. Nekem ez a... Azt tudom, hogy futballisták játszanak a VB-n. Köszönjük szépen, Mateo. És hogy 4 évente van. Hát, Németország. Ez most lehet, hogy sokan utálni fognak, de hál' Istennek a szerkesztőségben az elég sokan drukkoltak nekik. És amikor ugye megtörtént a spanyol gyalázás, akkor ugye emlegettük bizony a spanyoloknak a bizonyos családtagjait. De hát van ez így. Hát igen, meg a Balázs palizás az volt ezerrel. Ennyi. Pujolról van szó, tehát Pujol nevű hátvédről. De amúgy a VB legalábbis számomra azért nem csak erről, nyilván németek kiestek, akkor utána jött a hollandoknak való szurkolás, de hát ez egy elhibázott döntés volt így a részemről, meg egy csomó ember részéről, akik ugye a németeknek drukkoltak, és akkor azt hitték, hogy akkor majd a hollandok, azok amilyen gyalázatos játékot mutattak a döntőbe, az gyakorlatilag katasztrófa. Úgyhogy, de volt még egy-két szimpatikus csapat, nyilván a németeket preferáltam, meg már preferálom jó ideje, de mindegy, az a VB nem csak erről szólt, tehát ott azért voltak különböző afrikai csapatok, akiknek nagyon szépen lehetett drukkolni, például Gána, akik az elég szimpatikus játékot mutattak be. Én két dolognak szurkoltam, egyrészt annak, hogy a magyar televízió megtalálja a legjobb hangszűrést a vuvuzela ellen, mert borzasztóan elviselhetetlennek találtam a hangját, a másik pedig Paraguaynak, amikor Larissa Riquelme megígérte, hogy le fog vetkőzni, hogy a csapat minél jobb eredményt ér el. Tök mindegy, ma most levetkőzött. Hát de ezt előre még nem tudtuk, hogy amúgy is le fog vetkőzni, akkor nagyon elkezdtem szurkolni a paraguayi válogatottnak, azért elég szép eredményt értek el, de gyakorlatilag hozzám a dél-amerikai csapatok álltak közel, tehát az, hogy Uruguay olyan sokáig eljutott, ameddig, és Forlán úgy játszott, ahogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. Mit is kapott valami? Hát az aranylabdát kapta. Igen, de az zseniális az ember, de komolyan. Tudod, Forlán az majdnem olyan, mint a Fortran. Csak futballistában. Akkor szar. Következő kérdés? Ne akarjátok, hogy önként kijelöljek valakit? Igen? Kérdés az volt, hogy szoktunk-e sportolni. Én nagyon nagy sportoló vagyok. Amióta föltalálták az úgynevezett széken ülő sportolást, azóta én élvonalban tartozom egy csomó mindenben. Például a egér tologatás az asztalon, illetve az izgulás a Wolverine közben című kiváló sportágakban. Például előre törtem egy időben. Én nagyon-nagyon régen nagyon sokat sportoltam. MB2-ben kosárlabdáztam felnőtt időszakban, igazolt teniszező, labdarúgó és egyebek is voltam, csak aztán másképp alakult az élet. Tudom, hogy ez most ilyen túlzásnak látszik, így elnézve a inkább strandlabdára hasonlító testalkatomat. De hát Istenem, bálnának is kell lennie valakinek, ugye? De neked otthon van Nintendo Wii Fit-ed, nem? Van Nintendo Wii Fit-em, ezért én vagyok a világ legjobb síugrója titokban. De erről már meséltem a tegnapi arénában, talán egyen-ketten még emlékeznek, hogy azóta virágzott fel a csillár eladása közeli boltokban, amióta az alattam lakók élvezik, hogy én síugrást gyakorlok. Te sportolsz valamit, Matteo? Most nem, de régebben én is kipróbáltam egyébként sokfélét. Nyilván a foci az nálam is megfordult, ilyen általános iskola alsó tagozatnál, csak sikerült ilyen loser egyesületbe bekerülni. Na mindegy, de utána azért voltak, de amire nagyon szívesen visszaemlékszem, és azt bánom, hogy azt abba hagytam, az a vívás volt. Kardvívás, azt csináltam 3 évig, ilyen versenyszerűen, és az nagyon tetszett, és akkor annak vége szakadt a fősuli miatt, akkor utána azért úgy eltett mondjuk másfél hónap, és akkor majd úgy az nagyon hiányzott, de mindegyenek voltak anyagi okai is, meg ugye a fősuli miatt is, de azt így mai napig bármikor visszamennék, és nyilván nem sportszerűen, ma ahhoz már egy kicsit nem vagyok elég laza ahhoz, de az úgy jó pofa. Te? Viktor? Én evezőpadon szoktam evezni, mindenkinek ajánlom. Körülbelül fél órát lehúzol, és úgy szednek ki utána. Tehát egy nagyon hatékony sportág. Vagyis hát ez nem sportág, de valami. Most viszont nem, mivel hogy
Általában úgy szokott lenni, hogyha 3 évig edzek, akkor utána elkezdek hízni, mint az állat, tök mindegy, hogy mennyit edzek utána, és akkor ki kell hagyni 1 évet, és utána megint lehet 3 évig edzeni. Most éppen a kihagyás van, de már nekem is nagyon-nagyon hiányzik. Októberben kezdem újra. Kérdés? Igen? Igen? Hoppá! Az a komment, hogy ő is a németeknek szurkolt, és hogy ki kellett volna a spanyoloknak esni Paraguay ellen. És mi a kérdés? Tehát mi volt arra a spanyol-paraguay meccsről a véleményed? Őszintén szóval én azt nem láttam, mert nem érdekelt. Jaj, hát az nem csak azon a meccsen. Most például ugye a kedvenc közös barátunk Duncan, aki az angoloknak szurkolt, vagy szurkol, ugye az angol-német után ő bejött, és próbált ott mondjuk a benti német alakulatot így meggyőzni, hogy ugye az gól volt. Mi mondtuk neki, hogy igen, Duncan, és? De hogy... Nem. Aztán mondtuk neki, hogy hát sorry, és így kiment. Úgyhogy nyilván az is egy olyan fura meccs volt, de hát gyakorlatilag ez a VB erről szólt. Nagyon, olyan szintiszta meccs azért nem nagyon volt. Partjelző is hibázott ám rendszeresen, ugye voltak elég érdekes lesek, vagy nem les. Meg hát kezezés. Ennyi kezezés egy VB-n nem. Kapusbakik, azért azt meg is tegyük. Kapusbaki, hát az angoloknál is volt ugye egy nagyon durva. Baki kapus voltál? Meg, hol volt még ilyen? Na mindegy. Szóval most az a meccs az úgy alakult, de ez az egész VB erről szólt. Hát nem véletlen, hogy a FIFA-nál azért itt nagy tanácskozások lesznek, hogy akkor mi legyen 4 év múlva, vagy 2 év múlva az EB-n. Mert nyilván nem fog változni semmi, ha nem nyúlnak hozzá a szabályokhoz, vagy a rendszerhez. Mondjuk 12-en legyenek. Lépjünk túl a futball VB-n. GameStarról nincs kérdésetek, Baki? Mármint milyen szempontból? Bármi? Szakmai szempontból mi volt az idei legnagyobb csalódás? Melyikőtök szeretné kezdeni? Én még nem, mert így... Akkor gondolkozzatok, kezdem én. Az én részemről a hatalmas nagy lelkesedéssel várt és fogadó Star Trek Online volt a legnagyobb csalódás. Ennek az a legfőbb oka, hogy nagyon hamar elfogyott a content belőle, és miután 3-4 hétnyi örjöngve Star Trek Online-ozunk után hirtelen ott találtuk magunkat, hogy nincs már semmi. És erős ellentmondásban állt azzal, hogy addig a játék viszont szuper jó volt, és fantasztikus küldetések voltak benne, meg halál jó Star Trek hangulata volt, és aztán egyszer csak amikor elértük a 40 pluszos szintet, attól kezdve meg ott találtuk magunkat a semmi közepén, mintha ott egyáltalán a tervezők nem raktak volna bele ilyen problémát. Utoljára az Age of Conan-nal volt pont ugyanez, csak ott a 60-as szint fölött volt ugyanez a probléma. Most emiatt én be is fagyasztottam a Star Trek Online számlámat, és körülbelül szeptember magasságában fogok visszatérni, mert most jön a epizód 2, amiben már dobózni is lehet majd. Aki nézett Star Trek Deep Space Nine-t, az talán tudja, hogy a dobó az micsoda. Az egy ilyen kis szerencsejáték, amivel még az is eljátszhat, akinek esetleg éppen nincs semmilyen küldetése a játékban. De rengeteg jó dolog lesz benne, remélem, hogy kijavítják a kezdeti bakit, és mindig a bakiról. Jó nevet választott, érted? Kijavítják, és a játék méltó lesz a Star Trek univerzumhoz, mert egyelőre nem az. Nos? Vállalod? Megvan. Igen, bár ez lehet, hogy furán hangzik, mert folyamatosan van csalódás, ha már szakmaira kérdeztél. Az, hogy rengeteg hardware jön ki, és rengeteg hardware juthatna el hozzánk, de egyszerűen nem bírunk vele, tehát így kicsit ilyen erőforrás hiánnyal rendelkezünk. Hát nyilván azért közületek páran talán olvasnak külföldi oldalakat is, hogy ott milyen dömpingszerű tudósítások, vagy cikkezések, meg tesztek vannak a legújabb dolgokról. Na most nálunk ez egy icipicit lehetetlen, nem csak azért, mert kis ország vagyunk, kis piaccal, hanem mert hát nyilván egyedül azért nehéz végig tolni mindent, ami titeket érdekelhet. Nem mellesleg engem is, tehát volt ma olyan hardware, ami mondjuk nagyon érdekelt volna, de egyszerűen tehát képtelenség lett volna megnézni.
lehetett volna, tehát itt volt az országban, csak egyszerűen nem jutott el hozzánk, mert valahogy sehogy sem tudtuk olyan időpontot találni rá. De ez egy ilyen folyamatos, tehát nem ez most ez a 2010, ez a 2009-ben, 2008-ban is így volt, és ez így lesz. Nem azért, mert mondjuk mi rosszul csinálunk valamit, hanem egyszerűen annyi minden valamit nektek be lehetne mutatni, hogy így próbálunk szortírozni. És egyébként csomószor jönnek olyan olvasói levelek, hogy azt nézzük meg, meg arról írjunk, meg akkor azt az egy adott típust, mert hogy azt szeretné megvenni, csak még ugye tájékozódna. Ilyenkor meg azért így azt viszonyi, hát bocs, de ez így abszolút nem fér bele, azért ez kicsit szar. Tehát ez így csalódás valamilyen szinten. Nekem nem volt semmi. Köszönjük a gyors választ. Következő kérdés. Igen. Na, ez most egy ilyen 10 perces mondatok. Hát jó lett, szerintem. A kérdés egyébként az volt, hogy milyen lett a StarCraft 2. Egy kicsit bővebben, esetleg, ha megkérhetnénk. Szerintem jó lett. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Ajaj, most ez. Hát, őszintén szólva, látszik azért a játékon, hogy ezt az RTS dolgot, ezt nem nagyon lehet tovább csinálni. Tehát így nagyjából ez a vége, én úgy gondolom. Tehát ezután már nagy RTS nem hiszem, hogy lesz. Illetve ebben az irányban különösen nem. A single playeren látszik ez. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon látszik, hogy ők rengeteget dolgoztak, meg rengeteget agyaltak rajta, hogy így single playerben is újat nyújtsanak, de nem sikerült. Szóval, hát van egy map, ott vannak az ellenfelek, meg van a bázisod. Néha meg nincs bázisod, és így ebből sok mindent nem lehet kihozni. Tehát így látszik, hogy ilyen küldetést próbáltak, meg olyan küldetést próbáltak, de tulajdonképpen mindegyik küldetés tök ugyanaz. Van a sok ellenfél, menjél oda, azt üsd le. Multiban meg jó. Sokan szidják, például Koi, de csak azért, mert elverik. De szerintem jó lett. Most játszottam az egyel is, és fura volt visszaülni. Tehát én jobban élvezem a kettőt. Köszönjük szépen! Igen, megjöttek az axangyalok. Majd velük mi itt élőben találkozunk, nem sokára. Nekünk jó lesz. Igen, kérdés? Tolmácsolom, tehát ha ennyire tetszik a StarCraft 2 múltja, te még egy koreai hozzátartozóit sem emlegetted eddig? Hát tekintve, hogy én Európában vásároltam meg a játékot, ezért az NGB nevű exém van meg, és így európai szervereken játszom, ezért nem. De biztos kedvesek ezek a koreaiak, gondolom. Még két kérdés. Hogy érezzük magunkat itt? Kiválóan, sok jó kérdést kapunk például a közönségtől, amire azt hittük, hogy jó kérdéseket fognak föltenni, de még azért ezt tanulni kell ezt a dolgot. Nem, viccet félretéve, én abszolút pozitív ez a tábor, mert kicsit kevesebb az internetünk, mint amennyit sejtettünk, és több a munkánk, mint amit gondoltunk. Én például beterveztem ilyen délutáni sziesztát, de hát majd jövő héten, amikor vége a tábornak. De hát jó, jó a társaság, mai ebéd is aránylag ehető volt, tehát így. Hát diplomata volt édesapám, érted, tanultam tőle sok jót, például ezt is. Te hogy érzed magad? Én jól. Máté? Szintén. Köszönjük szépen. Utolsó kérdés. Már is? Igen, mert aztán még felveszünk még egy-két arénát a nagy sikere való tekintettel. Egy online arénát is felveszünk. Ja, de ugyanígy? Ugyanígy. Király. Ott egy kérdés. Igen, egy kérdés. Na, ez egy jó kérdés. Ha? Persze. Egyébként tényleg, tehát nem ilyen, hogy bemegyünk szerkesztésbe, azt hazamegyünk és játszunk, vagy épp valami sorozatot nézünk, hogy ne, természetesen egyébként kell is. Ezt így nektek is mondom. Mert jó. Meg hát nyilván a nőnemű társ az megkívánja. Nem csak ezt.
Hát bevallom őszintén, én az elmúlt egy évben nem voltam. Bizony, de egyébként igen. Én alapvetően koncertre járó vagyok, tehát legyen az könnyű zene, vagy komoly zene. A Zeneakadémia többször szokott látni, mint a Nemzeti Színház, tehát ez kétségtelenül. Ennek a legfőbb oka az, hogy a magyar zenekarok, még ha nem is ütik meg a világ legjobb zenekarainak a színvonalát, így is nyugodtan lehet állítani, hogy fantasztikusak, és most nem a rockzenéről van szó, hanem a kimondottan a komoly zenéről. És általában az ilyen hangverseny programokban kiváló külföldi zenészeket, szólistákat hívnak meg, akik miatt érdemes elmenni. A kedvencem az a 4.-5. sor a Zeneakadémián, ugyanis ott lehet az igazi zenei élményt felfogni. Ott már az ember jól hallja magát a zenekart, illetve még lehet hallani azt a hangot, amikor a vonósok a húron húzzák a vonót, és gyakorlatilag annak van egy ilyen hangja, azt még ott lehet az 5. sorban hallani, és a zene akkor az igazi, és ez a stúdió felvételeken ugye nem hallható, mert ott ezt gondosan kiszokták szedni, mert hogy tönkretesz mindent, de ez körülbelül annyira hozzá tartozik a zenéhez, mint amikor a szaxofonos levegőt vesz két fújás között, és mondjuk, ha van egy kis orrpolipjak, az ugyanúgy része a zenének. Tehát ez számomra az élő zene az az igazi, főleg mondom, hogyha a nagyon jó külföldi szólisták jönnek. Illetve a másik, ahol nagyon sűrűn járok, az az A38 hajó, nem tudom, ismeritek-e. Ott nem csak ugye rock zene, hanem mindenféle zenei stílusban, világzenétől kezdve a hip-hopon át kiváló külföldi és magyar művészek lépnek fel. És hát ott elő szoktam én fordulni, havonta egyszer-kétszer. Illetve hát a mi kiváló kollégánk Bátki Zoltán kapcsán azért néha előfordulunk egy Wendigo, Phoenix Files vagy After Crying koncerten éppen milyen zenekarban játszik. És a Zeneakadémián direkt raktak be olyan székeket, amin hogyha előre mozdulsz egy 10 mm-t, recseg? Hát sajnos ez a probléma a Zeneakadémiával, hogy elég régen újították fel az épületet, és gondolom akkor alacsony lehetett a költségvetés, és ez elég kellemetlenül érinti főleg azokat, akik nagyon elegáns ruhában járnak, tehát nem a lelküket öltöztetik fel a zene ünnepén, ami a Zeneakadémiában egy koncert, hanem csak a testüket, és nem csak, hogy recsegnek a székek, hanem bizony ki is szakítanak ezt, azt, amazt. Tehát gyakorlatilag mindenkinek inkább azt ajánlom, hogy a viseltes farmerbe menjen el, nem azért, mert ezzel nem tiszteli meg a zenét, csak jobban jár. Ez a lényeg. Nagyon vacakok a székek a Zeneakadémiában, egyetértek. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a GameStar TV offline kiadásában, és jelentkezünk majd szeptemberben, akkor már szintén bent a stúdióból nem fog ennyire sütni a nap. De ez most nagyon-nagyon kellemes. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!